hidegfront felhőzete húzódott fölénk, ennek hatására jó pár fokkal visszaesnek a csúcsértékek, úgyhogy azok a ruhák, amik az elmúlt napokban megfelelőnek bizonyítak, ma nem feltétlenül lesznek azok. Köszöntöm a kedves nézőket itt az M1-en, Fejős Ádám vagyok. Erőteljes hidegfronti hatás érvényesül, ez egyes esetekben fokozhatja akár az izomgörcsök kialakulását, úgyhogy esetleg terveztek volna szabadtéri programokat, időtöltést, akár sportolást, akkor ezt érdemes figyelembe venni. Bár a légköri helyzet nem kimondottan sarkal bennünket erre, hiszen a front itt lesz még felettünk, ugyanakkor azért a hidegfront mögött átmenetileg szárazabb levegő érkezik a Kárpát-medence északi felébe. Lássuk a hőmérsékleti csúcsértékek mai alakulását. Jól látszik, hogy a hideg szektor, azaz gyakorlatilag a kontinens nagyobb része egyébként, de körülbelüli északi fele 20 fok alatti csúcsértékekkel jellemezhető, míg az ibériai félszigeten valódi hőhullám van kibontakozóban, ugyanakkor a görögországi terület, illetve itt a török régió is jóval melegebb, mint a Kárpát-medence. Több mint 10 fokkal lesz melegebb arrafelé, mint itt kis hazánkban. Kettősség jellemzi a Kárpát-medence időjárását, délen lesz több a felhő, észak felől egyébként már szárazabb léghullámok érkeznek és szakadozik, eleinte az északi határvidékeken a felhőzet, aztán később már itt a közép-magyarországi területeken, sőt még a Balaton térségében is kisüthet a nap, nem is beszélve a Tiszató vidékéről. Ugyanakkor strandidő egyelőre nincs, mert a hőmérséklet jelentősen visszaesik átmenetileg, tehát elfelejthetjük ezeket a 30 fok körüli vagy a feletti csúcsértékeket. A hőmérsékleti csúcsértékek alul múlják az ilyenkor szokásost. A tartósan felhős, borongós területeken 20 fok lesz legfeljebb, de inkább az alatt lesz a csúcsérték, nem kizárt, hogy csupán 16-17 fokra számíthatunk, míg a középső és keleti, észak-keleti részeken megvan az esély arra, hogy pár fokkal ugyan, de a maximum meghaladja a 20 fokot. Legfeljebb 22-23 fok lesz, vasárnap sem lesz sokkal melegebb a napos területeken, erre a legnagyobb esély Észak-Nyugat-Magyarországon van. A hidegfront ugyanis, ami jelenleg is felettünk van, vissza hullámzik, és ott is lesz felhősödés, ahol ma kisebb valószínűséggel. Tehát többet süt majd a nap a mai napon összességében, mint amilyenre vasárnap lehet számítani. Ez a gyereknap apropóján nem kifejezetten jó hír, úgyhogy érdemes lesz figyelni a legfrissebb előrejelzéseket. Csapadék több helyen lehetséges, aztán hétfőtől kezdve beindul a nagyon határozott felmelegedés. Szerdától itt a nyár, meteorológiai értelemben, ami ugyanaz, mint a naptár. Természetesen 35 fok is lehet csütörtökön. Az év elejé Tonga szigeteki vulkánkitörés után az érintett sziget egy része teljesen eltűnt, és mivel még nem ismert a tűzhányó jelenlegi viselkedése, biztonsági okokból sem felszíni, sem búvárok által végzett kutatás nem történt azóta a helyszínen. Most viszont egy robothajóval készülnek feltérképezni az érintett területet. A Seakit egy távirányítású, legénység nélküli felszíni hajó, amely egy hónapon keresztül méri majd a tenger alatti kalderát, és feltárja az abban bekövetkezett változásokat. Akusztikus adatokat gyűjt visszhangszondák segítségével, hogy meghatározható legyen a víz alatti táj alakja és szerkezete, beleértve a hamu lerakódások vastagságát és az új mederformák kialakulását. Ezeket az adatokat azután összehasonlítják a korábbi térképekkel és mintákkal, így megtudhatjuk, hogyan változott a terület, valamint annak élővilága. Felhőtlen időtöltést kívánok! Viszontlátásra!